első alkalommal a zsűriben milyen benyomások érték a zsűri elnökét? Nagyon pozitív benyomások értek, és örülök, hogy egyébként részt vettem, és meghívást kaptam ezen. Ez egy nagyon jól felépített versenysorozat, nagyon jó volt látni a diákok felkészültségét, hogy több időt fordítottak a pénzügyi kultúrájuknak a fejlesztésére. Nyilván ez köszönhető a tanáraiknak is, a szülőknek is, hogy támogatták. Nagyon jó volt látni, hogy olyan skálán is mozgott a tudásuk, amivel ugye életükben még nem találkozhattak, ugye tőzsdei tudás, magánnyugdíjpénztári tudás, és alapvetően maga az íve az egész versenynek nagyon jó volt felépítve, ugyanis volt egy könnyebb feladat, és egy fokozódott, egyre nehezebb kifejtős feladatokká vált, és a végén egy ilyen kérdezfelelek, igaz-hamis változások voltak, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és látszott rajtuk, hogy próbáltak tudást szerezni egymástól, és egy nagy tapasztalathalmazzal fognak hazatérni. Közvetlen lakossági ügyfelekkel foglalkozó területet vezet. Milyen benyomása van az ország pénzügyi műveltségéről, ha lehet ilyenről beszélni? Azt gondolom, hogy ez a generáció, akivel én majd itt találkoztam, az egy jóval előrébb tartó generáció, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, ahol tartottunk. Ezek a fiatalok ma már tudatosabbak, sokkal jobban otthon vannak a pénzügyi világban. Ugye az elején megkérdeztem tőlük, hogy kinek van bankkártyája, és alapvetően a társaság 90%-a már rendelkezett bankkártyával, úgyhogy ők már jóval előrébb tartanak, akár nálam is, aki mondjuk a 90-es években kezdett el ezzel foglalkozni. Nyilván ez egy előny, meg felelősség is, amivel ugye nyilván nekik élni kell, de azt gondolom, hosszú távon az ő életükbe könnyebbséget fog jelenteni, egy könnyebb terhet, ugyanis amikor ők bemennek egy bankfiókba, igényelnek bármilyen terméket, akár megtakarítást, akár hiteloldalon, azért ők már tudatosabb fogyasztókká fognak válni. Az ő előnyüket hallottuk, de miért jó a pénzügyi szférának az, hogy egyre műveltebbek az ügyfelek? A pénzügyi szférának egyébként nagyon egyszerű a válasz. Nekünk sokkal könnyebb olyan ügyfelekkel is együtt dolgozni, akik már kész elgondolással, kész ötletekkel, vannak konkrét elképzeléseik, hogy miért akarják egy banknak a segítségét igénybe venni, és ez egyébként megkönnyíti a munkát is, felgyorsulnak a folyamatok, az adminisztrációs teher is érthetőbbé válik, úgyhogy bankként, bankosként azt gondolom, én ennek szívből örülök, hogyha egy olyan partnerül velem szembe, akik már felkészültebben érkeznek, és kész tervekkel vágnak neki a jövőjüknek.